Rákóczi kori kutatásaimnak a publikálása pontosabban még 1993-ban elkezdődött a sokak által ismert levéltári kalászatokkal, és ezekben a kiadványokban próbáltam azokat az iratokat összeszedni, amelyek ugye nem voltak eddig publikálva, és arról szóltak, hogy pontosan vidékünk, Ung, Bereg, Ugocsa, Máromváros megyék milyen arányban, milyen tömegével ugye az emberek részt vettek ebbe a szabadságharcban. A következő kiadványom a témának, amit szenteltünk, szintén a 2003-as évforduló kapcsán, amikor is számba vettük a korabeli levéltári aktáknak a jegyzékét, másrészt publikáltuk azokat az emlékhelyeket, emlékműveket gyűjtöttük össze, ami a Rákóczi korhoz kötődik. A következő kötet a Máromvárosi Ötkoronaváros Rákóczi szabadságharcának a történetéről szól. Ez csupán, ez a kis könyvecske a korabeli dokumentumokat szóval publikálja, hiszen Máromvárosnak is nagy jelentősége volt, tudjuk, hogy a Huszti vár az az első jelentős hadászatilag értékelhető vár, ami a Rákóczi Ferencnek az oldalára állt. Ung megyével kapcsolatban is sikerült publikálni néhány nagyon fontos forrást. Megemlíteném a következő kötetemet, a Gróf Bercsényi Miklós levelei és emléke Ungvár megyében, amiben összeszedtem Bercsényi Miklósnak a leveleit, ami elsősorban a beregszászi levéltárban találhatók, de azokat is összeszedtem, amelyek mondjuk a budapesti országos levéltárban találhatóak, de vidékünkkel kapcsolatosak, Ung, Bereg, Ugocsa, Máromváros megyével. Nagyon érdekes kötetet említenék még az Ung megyei közgyűlések címmel. Ez egy nagyon érdekes adat, bázis erről az időszakról, mivel ez egy kézirat alapján íródott. Tudniillik a korabeli Ung megyei rákóczikori közgyűléseknek a jegyzőkönyve nincsenek meg, hát a történelem útvesztőjébe elvesztek, de egy szorgos történész, Mészáros Károly, az egybegyűjtötte ezeket a jegyzőkönyveket. Igaz, ez egy töredék, de gyönyörű szépen átírta, és mi átvettük tőle ezeket az adatokat. A következő évforduló kapcsán a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolának a támogatásával és szerkesztésében megjelenhetett egy tudományos konferenciának az anyaga, annak a konferenciának, amit 2011-ben tartottunk, és hát itt számos magyarországi, szlovákiai, erdélyi tudósnak az írását megtalálhatjuk.